Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, hivatal dolgozóit, Róna Sándor jegyzőurat, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenlétév alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 10 fő, az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Távolmaradását bejelentette dr. Kaposi Lajos képviselőtársunk. Tisztelt képviselőtestület! Indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket az alábbi kiegészítéssel. 3 pótnapirendet javaslok felvételre, úgy mint előterjesztés a külvárosi szökőkutak létesítéséről, előterjesztés a konszolidáció után megmaradt Karcag egy kötvénnyel kapcsolatos feladatokról, valamint előterjesztés a 2012-2013 évi közvilágítás bővítéséhez pénzügyi pótfedezet biztosítására. Aki a módosító indítványokkal egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Van-e valakinek más napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, a teljes napirendet teszem felszavazásra, aki tudja támogatni, kérem jelezze, igen. Nem, egyhangulat fogadtuk el. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy a 7-től 10. Napirendi pontig zárt ülés keretében tárgyaljuk meg a napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Jelentkezést nem látok, így javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására. Tisztelt képviselőtestület, jó néhány olyan téma került elő az elmúlt időszakban, amit mindenképpen szükséges megtárgyalnunk. Elnézést, hogy megzavarjuk ezzel a tisztelt képviselő hölgyek urak nyári szabadságát, pihenését, de döntésre váró előterjesztések vannak előttünk. Első napirendi pontunk előterjesztés az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására című pályázatra. Ahogy az anyagból kiderül, a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett meg. A pályázaton különböző gépek és eszközöket lehet nyerni, illetve erre lehet nyerni anyagi támogatást. Ezekkel a gépekkel külterületi föld és dűlőtak karbantartását lehet elvégezni. Megcélzünk egy darab pótkocsit, fűkaszát, hengert, stb., amelyeknek az értéke kb. 10 millió forint, ehhez önerő biztosítása szükséges 1 millió forint értékben. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem jelezzük, ha tudjuk támogatni. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Második napirendi pontunk, előterjesztés a Magyar Nemzeti Vidékhálózat által meghirdetett a sokoldalú és fenntartató vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok események szervezésére vonatkozó projektötletek című begyújtandó pályázatra. Karcagváros önkormányzata már nyújtott be hasonló pályázatot az elmúlt évben. Magyarország legszebb konyhakertje pályázat konferencia sorozat címmel. A idei évre hasonlóképpen szeretnénk pályázni, az előterjesztést ezt tartalmazza. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 3 konferencia megrendezésére kerülne sor ebben az évben, különböző helyszíneken. Egy helyszín már biztos, Karcag. Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk, előterjesztés a Győrfi István Nagykun Múzeumnak a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton való részvételéről. Ismét egy pályázati támogatásról kellene döntenünk.
a múzeum a Kántor Sándor hagyatékából származó kerámiák megvásárlására kívánja fordítani a pályázaton elnyert összeget, amennyiben nyernek természetesen. Mindenképpen kell egy nevelési díjat fizetnie a múzeumnak 10.000 forint értékben. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e? Javaslom a támogatását, hiszen egy nagyon fontos dologról van szó. Kossuth Díjas népművészünk hagyatékát mindenképpen célszerű a város tulajdonában tudni, megvásárolni. Ha nincs kérdés, hozzászólás, vélemény. Szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül, egyhangulat került elfogadásra. Negyedik napi rendi pontunk, előterjesztés a Madarászimra Egyesített Ovoda Kuten úti tagovoda csoportjainak ideiglenes elhelyezésére. Nagy-nagy öröm, hogy pályázaton nyertünk egy olyan összeget, amivel a Kuten úti óvodát sikerül felújítani, megújítani. Természetesen a építkezés a felújítás időszakára a óvodában található elhelyezésre került 5 csoportot máshol kell elhelyeznünk, máshol kell biztosítanunk az óvodáztatást és a szokásoknak megfelelően, hiszen már volt korábban is 2 óvodai felújítás városunkban. A Dózsa György út 4 szám alatti jelenleg üresen álló épületet jelöltük ki, ebbe az oktatási épületbe költözött át a Kuten úti tagovoda 5 csoportja. Mindenképpen a hatóságok ellenőrzése miatt kell, hogy ezt tárgyaljuk, nehogy csak úgy véletlenül betoppanjanak és megkérdezzék, hogy miért is van ott egy óvoda, testületi döntés szükséges ehhez. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Egyébként az elmúlt időszakban is nagyszerűen helytállt ez az épület, mindenki legnagyobb örömére. Olyan formátumot tudtak kialakítani az óvónők, az óvodavezetés, hogy a gyerekek ugyanolyan nevelő-oktató tevékenységben részesültek, mint az eredeti óvodájukban. Nagyon bízunk természetesen, hogy a Kuten úti óvoda mi hamarabb elkészül és újra elfoglalhatják a régi helyüket az óvodások. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 5. napi rendi pontunk, előterjesztés Teleki Zoltán rendőrőrnagynak a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének véleményezésére. Tisztelt képviselő testület, az előterjesztésben olvashatjuk kapitány úr életútját, szakmai előmenetelét, és magunk is megtapasztalhattuk közel egy éven keresztül, hogy milyen munkát végez a Karcagi Kapitányság élén. Én nem szeretném az előterjesztésben leírtakat kiegészíteni, magukért beszélnek azok az adatok, tények, ami ott az előterjesztésben olvasható. Úgy gondolom, hogy közmegelégedésére végezte munkáját kapitány úr, nagyon szépen összefogta a kapitányság embereit, tapasztalhattuk, érzékelhettük azt a jelentős változást, ami előállt a városban a rendőrség munkájában, a lakosság legnagyobb örömére. Farkas József megyei főkapitány úr mindenképpen azt kérte, hogy a Karcagi képviselőtestület véleményezze a kinevezést, ez történik meg most. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Pánti Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, ezen ülés előtti soron kívüli bizottságülésen került ez a napirend megvitatásra. Bizottságülésen egyhangulag támogatta a kapitány úr kinevezését a bizottság. Ezt a véleményt továbbítom a testület felé, és amit még szeretnék elmondani úgy, mint bizottsági elnök, tudjuk azt, hogy márciusban minden évben a közbiztonság helyzetét a testület tárgyalja napirendként. Ez most is megtörtént, ott is elmondtuk már bizottság véleményét, és sokan, akik ehhez a témához
hozzászóltunk a közbiztonságról, mindazt megerősítve, amit polgármester úr is elmondott, láthatóan is a statisztikák tükrében, de túl a statisztikán, én inkább azon oldalról, emberi oldalról emelném ki kapitány úrnak a tevékenységét, aki mindig készséges minden probléma, minden feladat megoldásában, készséges partnere nem csak a testületnek, hanem mindenkinek, fogadónáin, amelyet rendszeresen tart a város lakosságával való kapcsolatában, adott lakosságcsoportok, ifjak és felnőttek vonatkozásában is, és minden városi, közéleti eseményen, rendezvényen részt vesz, tehát fontosnak tartja a kapitányságnak és a városnak a lakossággal való kapcsolatépítését. Csak megerősíteni tudom, és a bizottság véleményét tolmácsoltam a kinevezésével kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólást! Van-e további jelentkezés? Tisztelt képviselőtestület, az írott anyag alapján és az elhangzottak alapján még egyszer jó szívvel tudom ajánlani azt, hogy megtartva az elhivatottságát kapitány úr mindenképpen kerüljön kinevezésre, ezzel a városunk csak erősödik, gazdagodik. Javaslom, hogy erősítsük meg a véleményünket ebben, hiszen a szakma már döntött, nagyon helyesen, és remélem, hogy a mi véleményünkkel teljesen összhangban. Aki tudja támogatni tehát a kinevezését kapitányonnak, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangul a került elfogadásra. Köszönöm szépen. Ez az egységes szavazás adjon erőt kapitány úrnak a jövőbeni munkájához, eddig munkáját is köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk az elkövetkező időszakra. Jó munkát kívánok, kapitány úr! Köszönöm szépen! Kíván szólni, kapitány úr? Igen. Megadom a szót, és egy mikrofont kapitány úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Minden tőlem telhetőt a továbbiakban is megteszek, megköszönve a bizalmat, amit eddig is tettem, azért, hogy a város lakosságának a megelégedésére dolgozzon minden rendőr karcagon. Csak ezt az utat fogom a továbbiakban is járni. Amit elkezdtem, úgy gondolom, hogy közel egy év eltelt. Az én munkámat minősíteni nem az én tisztem. Arra kérek minden jelenlévőt, illetve a város lakosságát, hogy bármilyen probléma van, engem közvetlenül lehet éjjel, nappal, hétvégén keresni, mindig elérhető vagyok. És úgy gondolom, hogy még soha nem zárult be az ajtó senki előtt, aki hozzám fordult, bármikor is keresett. Úgyhogy köszönöm szépen a bizalmat, és további jó munkát kívánok a testületi üléshez. Köszönjük szépen. Még egyszer jó munkát kívánok kapitány úrnak, és maradjon meg az a valóban jó kapcsolat a képviselő testület tagjai, kapitány úr, az önkormányzat és kapitány úr, és minden intézmény és kapitány úr között. Sok sikert kívánunk a rossz fiúk elfogásához. Köszönöm még egyszer a megjelenést, és gratulálok. További szép napot kívánok. Hatodik napirendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés a Délvidéki Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott igazgatójának, Szepesi Tibornak a jutalmazására. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ritkán történik meg velem, hogy ilyen javaslatot tegyek, hogy valakit pénzbeli jutalomban részesítsünk, de most elég baj, hogy ritkán van. Nem azért, mert nem szeretek dicsérni és jutalmazni bárkit is, de az anyagi lehetőségünk nem nagyon tették ezt lehetővé. Most mégis kivételt teszek, hiszen Szepesi Tibor megbízott igazgató úr megbízatásának a kezdete óta olyan színvonalú munkát végzett a város érdekében, mindannyiunk érdekében, ami mindenképpen úgy gondolom, hogy a jutalmazás megindokolja. Nem egy óriási összegről van szó, de ezzel is szeretném további sikeres és erőteljes munkára buzdítani
igazgató urat. Valóban olyan programokkal állt elő, ami eddig nem nagyon fordult elő a városban. Tökéletesen megszervezte a birkafőzői fesztivált, az idei birkafőzői fesztivált, és lehetne sorolni azokat a nagy-nagy munkákat, programokat, aminek a fő vezetője volt, és egyszemélyes felelőse, ami néha nagyon-nagyon nyomasztó tud lenni. Ezért javaslok nettó 300 000 forint pénzjutalmat igazgató úrnak. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Képviselőtestület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját a 11. napi rendi ponttal. Előterjesztés a külvárosi szökőkutak létesítéséről. Én inkább ilyen csobogókról beszélnék, de mindenképpen az ottani körülmények, az életminőség javítását szolgáló két beruházásról van szó. Gondolom, hogy a szakbizottságok is megtárgyalták ezt az előterjesztést. Nem tudom, mi a bizottságok véleménye. Egy mikrofont, hogyha kérhetnénk képviselő úrnak. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársak! A bizottságunk a testületülés előtt ült össze, és ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, ezeknek a szökőkutaknak a létrehozását támogatta. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestület, nem Trevi kutakról van szó természetesen, de úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha ott egy picikét szépítjük a környezetet, hát hogyha ezzel is valamilyen inspirációt adunk az ott élők számára. A nyarak egyre melegebbek lesznek, és úgy gondolom, hogy erre föl kell készülnünk. Már idén elkészülnek ezek a szökőkutak, ami díszíti az ottani környezetet, és a jövőben is mindenképpen hasznosnak ítélem a meglétüket, a megépítésüket. Ezek nagyon strapabíró szökőkutak lesznek. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás. 8 igen, 2 nemmel a képviselőtestület a építmények elkészültét támogatja. 12. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés a konszolidáció után megmaradt Karcag 1 kötvénnyel kapcsolatos feladatokról. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat és a képviselőtestület is remélem mindent megtesz annak érdekében, hogy a korábban már 70%-kal csökkentett hitelállományunk további csökkentésére próbáljuk lehetőségeket találni. Az írott anyag szerintem egyértelmű, ezt célozza meg. A maradék összegtől is szeretnénk teljesen legális úton megszabadulni természetesen, és erre a költségvetési törvény lehetőséget is biztosít. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy egy kérelmet nyújtsunk be a fennmaradó tartozás állomány átvállalására, csökkentve azokat a terheket, ami anyagilag nyomja az önkormányzat vállát. Ha nem sikerülne megegyezésre jutni, akkor is javaslom további tárgyalások folytatását ebben az ügyben, és a fennmaradó adósság állomány visszafizetésének határegyenlőjének módosítását, átütemezését javaslom. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudomásom szerint ezt is megtárgyalta a bizottság véleményét, kérném. Megadom a szót elnök úrnak, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jelenlévő kedves televízió nézők. Ennek a napi rendi pontnak az én meglátásom és a bizottság meglátása szerint is
óriási jelentősége van a város életében, hiszen ha jól értelmezzük, ennek az a célja, hogy Karcagváros adóság állománya, ami már ugye eleve az eredetihez képest 70%-kal csökkent, hiszen állami konszolidáció ment végbe, hogy ezt az adóság állományt tulajdonképpen nullára redukáljuk le. Na most ennek várható esetleges költsége, de ez sem 100%, tehát nem biztos. Viszont ennek a létrejötte, ennek az utolsó konszolidáció, átvállalás, nem is tudom, hogy pontosan melyik a jó szó, de amennyiben ez sikerülne, azt hiszem, hogy egy nagyon jó hangulatú pénzügyi bizottság, illetve testületi ülésre kerülhetne sor, hiszen büszkén elmondhatnánk, hogy az összes politikai nemtelen támadás ellenére, amikor hangsúlyozták, hogy milyen adósságba vitte az önkormányzat a települést, és levetítették egyesek, hogy hány forintjut fejenként, ahhoz képest egy nullszaldós adósságállományt tehetnénk le az asztalra. És én elmondanám, hogy ennek természetesen már eddig is jelentős előkészítői munkálatai voltak, úgynevezett lobbizás folyt ezügyben, amelyért a résztvevőket, tehát úgy polgármester urat, alpolgármester urat, irodavezető hölgyet elismerés illeti, és ez eddigi munkájukat is köszönjük szépen, és nagyon nagy izgalommal várjuk ennek a dolognak a végét. Tehát cél az, hogy a város megszabaduljon az adósságától. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen elnök úrnak a hozzászólását. Van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás? Viszont képviselőtestület, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy még egyszer mondom, teljesen törvényes úton, módon a fennmaradó hitelállományunkat csökkentsük, ezt mindenképpen végig kell játszanunk, akkor tennénk és követnénk el nagy hibát, hogyha nem tennénk meg ezt, nem élnénk a lehetőséggel. Aki felelősen gondolkodik, szerintem abszolút egyetért ezzel, csökkentenünk kell, könnyebb lesz a dolgunk, azokat az összegeket, amiket a hitel törlesztésére kellene fordítanunk, azt más fontos és hasznos dolgokra tudjuk majd fordítani. Természetesen ez még egy függő dolog, ahogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban is szerepel. Rajtunk nem újon, én azt javaslom. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel, aki tudja támogatni a határozati javaslatot, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangon a került elfogadásra. Köszönöm szépen, és köszönöm mindazon szakembereknek a munkáját, ténykedését, akik ebben az ügyben nagy-nagy segítségünkre vannak. Utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk, a 13-hoz előterjesztés a 2012-2013 évi közvilágítás bővítéséhez pénzügyi pótfedezet biztosítására. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, ahogy azt már korábban is a terveinkből tetszenek tudni, bizonyos területeknek a közvilágításának a fejlesztésére próbálkozásokat tettünk. Nagyon komoly feltételeket támaszt elénk az EON, komoly pénzügyi fedelet biztosítására van szükség, de úgy gondolom, hogy azok a kérések, amelyek a lakosság felől érkeznek hozzánk, egyébként teljesen jogosan, azokat meg kell lépnünk. A közvilágítás az a 21. században annak a megléte, ez egy teljesen természetes dolog kell, hogy legyen. Egyébként képviselői indítvány is hangzott el ebben az ügyben, amit támogattunk. Suma sumárom, a 2013. évi költségvetés terhére javaslom az előterjesztésben felsorolt közvilágítással kapcsolatos fejlesztéseknek az elfogadását és az ahhoz szükséges összegnek az elfogadását is. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Köszönöm szépen, bizottság támogatta. Amennyiben mi is tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen, ezzel
bizonyára a lakosság számára is örömöt fogunk szerezni. Kérem Nyester Ferenc irodalmi urat, hogy annak ellenére, hogy tudom, hogy az EON sok akadályt gördít, a lehető legrövidebb időn belül próbálja tető alá hozni ezeket a fejlesztéseket, beruházásokat. Tisztelt képviselőtestület, a napi rendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb 2013. augusztus 25-án ünnepi önkormányzati ülést tartunk, majd azt követően munkaterv szerint 2013. szeptember 26-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata az utóbbi testületi ülésre? Amennyiben nincs, megköszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, aktivitását, további jó pihenés, nyaralást kívánok a hátralévő nyári időszakhoz. Köszönöm a hivatal munkáját, a mai ülést ezennel bezárom. Szép napot kívánok mindenkinek!